A Hortobágyi Génmegőrző, a Művelődési Központ és persze az újvárosi szürke marhatartó gazdák szervezték az Európa Éléstára című rendezvényt. A magyar szürke jelentősége, vagy inkább története teljes egészében összefonódott a magyarság történetével, népünk sorsának alakulásával. A rendezvény látványos programjai sikeresek voltak, valóban sokat láthattunk, tanulhattunk, sőt, kóstolhattunk is azon a péntek délutánon. Az emberi butaság, gondatlanság könnyen tragédiába fordulhatott volna, mikor az egyik újvárosi gazda nem törődő módon, mondjuk úgy ott felejtett nagyjából 2 tonna izommal felvértezett bikája, megunván a fotózást, feldühödvén a körülötte forgó tömegtől, egyszerűen keresztül vágtatott a parkon. Nem történt semmi, mondhatjuk így is. Csak egy gyereken vágtatott keresztül. Csak egy összetört bringa, és nem túl jelentős sérülés volt. Tényleg nem történt semmi? Nos, az egyszerű kérdésre nem egyszerű a válasz, és főleg nem a mi feladatunk a válaszok megkeresése. A kiállítások, az installációk, a műsor az tényleg kiválóan sikerült, de azért igazából mégsem erre emlékszünk.
Mitől vált olyan fontos az ön számára, személyesen, a fotós számára, ez a szürke marha? Mi nagyon szeretjük, de mitől nagyjából tudjuk azt, hogy miért. És az ön számára mitől volt olyan fontos, hogy 18 000 kilométert autózott érte? Hát nálam általában úgy működnek a dolgok, hogy felfedezésekkel találkozom, vagy saját magam felfedezem a dolgokat, és általában ezeket a felfedezéseket szeretem megosztani másokkal. Ezt ilyen aha, leesik az embernek az álla érzéseknek nevezem, és hát nem lehet másképpen, hanem valamilyen vizuális eszközzel. És mivel nekem a fényképezőgép a nyakamban van, akkor így fényképezőgéppel jártam a hortobágyi pusztákat, és hát természetesen nem csak hortobágyi gulyákat, hanem másik gulyákat is fotóztam, és próbáltam az állatnak minden egyes pillanatát megörökíteni, és később ezeket a pillanatokat a lehető legszélesebb közönséggel megosztani. Ön, ha jól tudom, városi ember. Városi embert hogy tudja ennyire megfogni az a jószág, amely, ha akarom, akkor bőr, tehát a bőrészművesek foglalkoznak vele, ha akarom, akkor az ökorajongók, ha akarom, akkor a hentesek, tehát a kulinális évezetek rajongói. Őt mi fogta meg benne? Én azt gondolom, hogy most vagyok városi ember, de nagyon fontos az ember életében a gyerekkor, és én egy kis városkába, Vajdaságba nőttem fel, hát hasonló környezetben, és több mint valószínű ez, hogy így most a középkortáján egy visszavágyás, vagy egy visszatekintés is lehet. És még egyszer, engem nem a város és a vidék, hanem igazából az, hogy Hortobágyon mennyi érték van, holott fordítva a tömeg, vagy a közönség nagy része inkább azt gondolja, hogy ez egy puszta is, mint hogy a neve is mondja, hogy egy üres terület, de én azt gondolom, hogy nem, pont fordítva. A magyar történelemnek a bölcsője, és magyar történelemnek tulajdonképpen a hagyománya, a hagyomány megőrzés részét ma csak itt láthatjuk. Aki a magyar szürkével foglalkozik, az előbb-utóbb rájön arra, hogy ez a jószág, ez az állat, ez tulajdonképpen maga a magyar történelem. Pontosan. 500 évvel ezelőtt a magyar szürke táplálta az országunkat, és nem csak az országot, hanem fél Európát. Északi utakon Bécs, Nürnberg, München fele mentek az állatok egészen Augsburgig, vagy hallottam olyat, hogy Strasbourgba is megfordultak, déli utakon velencei uraságokat táplálták finom hússal, és hát abban az időszakban, amikor a magyar hús odaért a nyugati vágóhidakra, akkor bizonyám más húst nem lehetett árulni abban az időszakban. A magyar hajtók, vagy a hajdúk, ahogy akkor hívták őket, rengeteg arannyal, tallérral, illetve áruval jöttek haza, és így gazdagították az országunkat.